Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Jele Jászmin Grace vagyok. Dombóvár életében megszűnt az a közéleti nyugtalanság, ami az elmúlt éveket jellemezte. Ez ennek az esztendőnek a legnagyobb eredménye, mondta Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Közel 140 millió forintot nyert el a város, és ennek köszönhetően a költségvetés egyensúlyba került, mely jó alapul szolgál a tovább lépéshez. A képviselő arról is szólt, a választókerület települései közel 3 milliárd forint fejlesztési forrás nyertek el a különböző pályázati alapokból. Dombóvár életében a legjelentősebb változás az, hogy az a politikai csatározás és közéleti nyugtalanság, mely jellemezte az elmúlt éveket, megszűnt. Mondta Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Nyugodt közélet alakult ki, illetve van kialakulóban. Ez a közéleti vagy politikai légkör kedvez annak, hogy végre a városban élők összefogjanak, közösen alakítsák ki a terveiket, és ezeket a terveket közösen valósítsák meg. Én úgy gondolom, hogy ehhez minden segítséget meg fog adni a magyar kormány, illetve nyilván a megyei pénzelosztások, illetve a toppos források, amik a megyéknél vannak, azok is nagyban hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy mind a vállalkozók, mind pedig az intézmények, akár önkormányzati, akár állami intézményekről legyen szó, azok egyre jobb helyzetbe kerüljenek, illetve folyamatos fejlesztési forrásokhoz juthassanak hozzá majd a következő esztendőkben is. Jelentős számú forrás állt rendelkezésre az elmúlt esztendőben a fejlesztések lebonyolítására. Részben állami, részben megyei döntések eredményeként a választókerület egészét nézve közel 3 milliárd forint jutott az elmúlt esztendőben. A térségemben három város található, Dombóvár, Bonyhád és Nagymányok. Ezek közül Nagymányok is tud a Magyar Faluban pályázni, mert ott 5000 főig lehet a településeknek pályázni. Azt mondhatjuk el, hogy 2020-ban több mint 3 milliárd forint jött be támogatás a különböző programok által. Ezek nagyon fontos források voltak, mert hozzájárultak ahhoz, hogy ne csak a városok tudjanak továbbfejlődni, hanem egy látványos fejlesztés indulhasson be a kisebb településeken is. Dombóvárnál fontos még megjegyezni azt, hogy egy rendkívül nehéz pénzügyi helyzetet örökölt meg az új képviselőtestület, illetve polgármester úr. Ezt nagyon gyorsan rendbe kellett tenni. A kormány segítségével két pályázatnak köszönhetően kb. 140 millió forintot nyert el a város. A költségvetését, illetve a pénzügyeit a városnak rendbe tették, és ebből tudnak majd tovább lépni. Ugyanakkor pedig fejlesztési források is érkeznek, akár önkormányzati, akár intézményi szinten, akár pedig a vállalkozók felé. Éppen a 3 milliárd forinton felül, ami a körzetembe érkezett, éppen egy nagyon új információ, illetve hír, hogy a kormány Dombóvár önkormányzatának 250 millió forintos támogatást nyújtott, egy toppos támogatást az ipari parkba. Úgyhogy ez megint csak hozzájárul ahhoz, hogy végre a gazdasági fejlődés is be tudjon indulni a térségben, illetve a térség nyugati részén. Amikor egy-egy utat újítunk fel, vagy kultúrházat, vagy orvosi rendelőt újítunk meg, vagy óvoda fejlesztésről legyen szó, akkor is a helyi építőipart támogatjuk. Úgyhogy gyakorlatilag ez mind, ezeknek az összegeknek a nagy része helyi vállalkozóknál marad, és a helyi gazdaságot tudja fejleszteni, de amit az előbb éppen mondtam, az ipari parknál ugye az a 250 millió forint az itt fog maradni, illetve a helyi gazdaság fejlesztését szolgálja. Tolna megye déli területe, vagy a Bonyhád környéki részek fejlődnek a leggyorsabban. Szeretném azt elérni, hogy a térségem ilyen szempontból is egységes legyen, hogy Dombóvár is ehhez a fejlődéshez fel tudjon zárkózni. A jövőre nézve továbbra is a helyi gazdaság fejlesztése élvez prioritást, mondta Potápi Árpád János. Ha a gazdaságot, a helyi gazdaságot tudjuk fejleszteni, akkor annak a haszna nyilván helyben marad,
illetve az embereknek olyan munkájuk lesz, ami egyre inkább magasabb fizetésekkel fog járni, és így a családjaiknak tudnak jövőt nyújtani. A gyerekek pedig nyilván helyi óvodákba, iskolákba járnak, középiskolákba, és reményeink szerint egyre több diplomás fiatal tud visszajönni, és helyben munkát találni. Ez a legfontosabb. Így tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy ez a térség majd a következő évtizedekben is tudjon fejlődni. Reméljük, hogy a világ a normalitásba vissza fog állni. Azok, akik pedig esetlegesen elveszítették a munkahelyüket, újra munkát találnak, mert egyébként, ha nem jött volna a járvány, a gazdaság soha nem látott módon fejlődött 10 éven keresztül, és ez a fejlődés tovább fog folytatódni. A kaposmenti kistérség életében változást hozott Dombóvár belépése. Mostantól ismét összeér, ami összetartozik, és ez jelentős segítséget jelent majd az elképzelések megvalósításában. Jelentette ki Pintér Szilárd, a város polgármestere, a kistérségi tanács elnöke. Megerősödött a térségi kohézió azzal, hogy a kistelepülések mellett Dombóvár is a társulás részévé vált, jelentette ki Pintér Szilárd. Azt a törést, melyet 2015 után megélt a járás, sikerült begyógyítani ezzel a lépéssel. Ez a társulás az idén január 1-jel bővült Dombóvárral, így a térség mind a 16 települése tagja már ennek a társulásnak. Szintén nagyon fontos is, hiszem, hogy a bizalmat tükrözi, hogy ma a Dombóvár közös hivatalához 5 település tartozik még, gyakorlatilag a térség egyharmadának dombóvári hivatal intézi az ügyeit, illetve segít, hogy a településeken mindig magasabb színvonalú közigazgatási munka folyjon. A társulás arról is döntött, hogy a szociális ellátórendszerét is egységes szervezetben működteti tovább. Január 1-jével egyetlen egy ellátórendszer fog működni a járásban. Hisszük, hogy ez a racionális döntés mindenféleképpen szolgálja a kistérség összes településének az érdekeit. Remélem, hogy egy magasabb szakmai színvonalú munkával is elő tudunk állni, hiszen egy rendszeren belül a jó kvalifikált szakembereket meg tudjuk szerezni, és magunknál is tudjuk tartani. Ebben is egyöntetű volt a véleménye mind a 15 településnek, és örömmel csatlakoztak Dombóvár kezdeményezéséhez. Annak ellenére, hogy a vírushelyzet miatt fennakadások voltak a szervezeten belül, a kommunikációban, ez nem okozott hátrányt sem a társulás, sem a településeink életében, mondta Pintér Szilárd. 2021-ben szeretnénk ezt a bepótolni, hiszen remélem és tudom, hogy kollégáim nagyon szeretik azokat az összejöveteket, amikor ugyan rövid időre, de szemtől szembe, egymás szemében nézve el tudjuk mondani a véleményünket, és látjuk az arcokon a visszacsatolást, és minden esetben építő jelleggel fogunk a végén kezet és haladunk tovább. Elkötelezettek vagyunk a tekintetben, hogy azok a fejlesztések élvezzenek prioritás Dombóváron, mely szolgálja nem csak a város, de az egész térség életét, jelentette ki Dombóvár polgármestere. Ebből a szempontból is fontos a mentőállomás és a térségi szabadidő és sportcentrum építkezése. Egyetlen egy fejezettel tartozunk még dombováriaknak és a járásnak, az STK épületének a felújítása lóg még a levegőben. Remélem, hogy kora tavasszal erre vonatkozóan is pozitív híreket tudok szolgálni. Sajnos egy évek óta elhúzódó probléma ez a gyepmesteri telep, és a kóborkutyáknak a befogása és azoknak az őrzése pillanatnyilag csak ma Dombóváron történik, elég most a körülmények között. Nyilván ez abszolút fejlesztésre szorulna, és abszolút térségi funkciót kellene, hogy töltsön be. Hiszem, hogy a közeljövőben erre közösen meg tudunk jelenni, és valahonnan valamilyen pályázati forrásból tudunk pénzt szerezni. Egy 21-es, 27-es tervezési időszak küszöbén azok a kapcsolatok, amelyek eddig is jók voltak és erősek voltak, felszínre hoznak olyan gondolatokat is, amelyek mentén nyilván tudunk hatékonyabban együtt dolgozni, és mindazokat a helyzeti előnyöket, amelyekkel Dombóvár bír, mind a 15 település számára tudom biztosítani. Számomra nagyon fontos, hogy a vidék és a város összhangban működjön, hiszen azonos érdekeink vannak. Az, hogy ebből adódóan azokat, amit én mondok, hitelesek legyenek, előtte mindig egyeztetni kell kollégáimmal, hogy bizonyos dolgok, hogy tényleg ők is azt gondolják, amit én gondolom. Nagyon kevés esetben van eltérő véleményünk. Az eltérő véleményünk sok esetben információ hiányból származik, és nyilván ez igaz mind a két oldalra, hiszen sokszor nekem is információ hiányom van. De hogyha tudunk leülni, és egy asztal mellett végigbeszélni, és őszintén és nyíltan,
hiszem, hogy olyan kompromisszum születik, mert nem Dombavár, hanem a térség minden 16 településének érdekét szolgálja. Azt gondolom, hogy az a legnagyobb erősségünk, hogy tudunk nyíltan és őszintén beszélni egymással, így megítélésem szerint nincs olyan probléma, amit ne tudnánk közösen megoldani. Mint ahogy arról már az előbbi anyagunkban is szó esett, összevonásra került a térségi és a városi szociális feladatokat ellátó szervezet. Kovács Gabriella, aki eddig a segítőkész kistérségi szervezetét irányította, vezeti továbbiakban a közös munkát. Azt mondja, az eddigieknél sokkal hatékonyabban tudják majd ellátni feladataikat. Az ellátó rövidtávú céljai között szerepel a demenciával küzdő idősek ellátásának megszervezése. A segítőkész szolgálat 2016 óta látta el a szociális alapszolgáltatások feladatait a Dombóvári kistérség 12 településén. Két területen a családsegítés és gyermekjólét, illetőleg a házi segítségnyújtást igénybevevők számára nyújtottak támogatást. Én a segítőkész intézménynél dolgoztam gyakorlatilag annak az indulásától, annak a megszületésétől és kialakulásától egészen 2020. augusztusáig. Az intézmény nagyon a szívemhez nőtt, én nagyon szerettem ott dolgozni, viszont ez az integráció, ami most létrejön, ez nyilván már közel egy évre visszatekintő szakmai gondolat. Ez a gondolat már megfogalmazódott fenntartói szinten, megfogalmazódott szakmai téren is, és ez úgy épült be az én gondolatrendszerembe is, az én gondolatvilágomba, hogy ez az egyesülés, ez csak jót hozhat. A segítőkéz a házi segítségnyújtásban közel 90, míg a családsegítő gondozásban közel 100 ügyféllel foglalkozott. Én azt gondolom, hogy azt ott abban a formában nem feltétlenül lehetett már fejleszteni. Kistérségben a szakember kollégák feltérképezték azt, hogy ki az, aki rászorult, ki az, akinek segítségre van szüksége, és velük folyamatosan dolgoztak. A segítőkész befutotta azt a pályát, amiért létrehozták, állítja az egykori vezető. 2021. január 1-től annyiban változik a helyzet, hogy a segítőkéz alapszolgáltató intézmény beolvad a Dombóvári Egyesített Humánszolgáltató Intézménybe. Innentől kezdve ennek az intézménynek az ellátási területe 16 településre fog kiterjedni. Én azt gondolom, hogy a szakmai munka szempontjából mindenképpen egy gördülékenyebb, egy hatékonyabb munkavégzést fog ez eredményezni. A változás abban fog egy nagyon hatékony és nagyon jó eredményt hozni, ezt várjuk, hogy a szakemberek itt a dombovári székhelyen fognak együtt dolgozni, így gyakorlatilag azonnal tudnak egymással kommunikálni, annak érdekében, hogy a problémákat megoldjuk. Természetesen ez ugyanúgy fog vonatkozni a kistérségre, ez a 16 település ez lefedi a dombovári járási településeket, és azok a családok, akik eddig a szolgálat vonatkozásában a segítőkéz intézmény szakembereivel álltak kapcsolatba, ők ugyanúgy megkapják ezt a segítséget, hiszen a segítőkéz intézmény szakembergárdája is érkezik ezzel az összevonással a nagy intézményhez. Az idős ellátás területén változást hoztak, hogy a demenciával küzdő ellátást kiemelten kezelik a jövőben. Mi szeretnénk egy kimondottan demenciával küzdő idős réteget megcélozni. Én azt gondolom, hogy erre hatalmas szükség van, és per pillanat nem annyira kidolgozott ez a terület, mint amennyire szükség lenne rá. Ez finanszírozási szempontból is előnyt fog jelenteni, illetve hát azok a demenciával küzdő idősek, azok az emberek is meg fogják kapni azt a hatékony segítséget, amire szükségük van. Őket otthoni ellátásban is fogjuk kezelni, ugyanis per pillanat zajlik egy képzés, amin az intézmény több dolgozója is részt vesz. Ez kimondottan egy demencia képzés, illetve célul tűztük ki egy demens idős klubnak a működtetését. Ennek a típusú állapotnak, betegségnek nagyon sok olyan tényezője van, ami speciális szakmai felkészültséget, speciális tudást igényel a szakemberektől.
A demenciával küzdők kezelése már bejáratott eljárási forma a hasonló tevékenységet ellátó szervezeteknél, mondja Kovács Gabriella. Az, hogyha ez Dombóváron is megvalósulhat, a saját ellátási palettánk bővülését jelenti. Reményeink szerint, tette hozzá, a működéshez és a feladatellátáshoz szükséges forrásaink is rendben megérkeznek majd, így valóban egy hatékonyabban működő szociális rendszer veheti kezdetét a városban és a kistérségben. Kapospulában is másképp a hagyományoktól eltérően várták az ünnepeket. A szabályok betartása mellett próbáltak karácsonyi hangulatot varázsolni közösségükbe. A korábbi évek gyakorlatát nem tudták megvalósítani Kapospulában sem. Hagyománya volt az adventi programoknak, amelyek mindig a Mikulás ünnepséggel kezdődtek, ahol a gyermekeket minden alkalommal megajándékozták. A vírushelyzet szigorú szabályozása az adományok, támogatások kiosztását nem tiltja, így ezt a hagyományt folytathatja a kapospulai önkormányzat. Az idősebb korosztály mellett a diákok is támogatásban részesültek. A rendezvények, mivel hogy elmaradtak, még sikerült a október 15-én az idősek napját megtartani. Ott ugye a 70 év fölötti időseket 5000 forinttal tudtuk támogatni. Ami nálunk hagyomány már, hogy a gyerekek minden évben, tehát a 3 évestől a 24 éves korig, akik még nappali tagozatos tanulók, azok mindenki 10000 forintos támogatást kap. Ezt az idén is hát ilyen 140 fiatal részére tudtuk biztosítani. Ezzel egy kicsit hát a szülőket is próbáltuk tehermentesíteni, és hát bízunk benne, hogy azért a gyerekek is értékelik ezt. Nehéz elszakadni a jól bevált és a közösség által igényelt gyakorlattól. Teljesen új ötleteket és megvalósítást kíván minden embertől, legyen szó a mindennapokról vagy az ünnepi várakozásról. Mivel a rendezvények elmaradnak, én úgy gondolom, hogy most próbálunk egy kicsit kedvezni és egy kis karácsonyi hangulatot teremteni. Mindenkinek küldünk egy kis karácsonyi üdvözlőlapot, egy naptárt, egy kis szaloncukrot az időseknek, egy nyugdíjas naptárt és kalendáriumot naptárral együtt. Kapospulában is bíznak a jövő ígéretében, hogy 2021-ben új erővel, lendülettel vághatnak bele terveik megvalósításába, teljesen más szabályok mellett. A városi kispályás labdarúgó bajnokság közel 10 év után indult újra 2019 őszén Dombóváron. Az idei évben két alkalommal is félbeszakadt a bajnokság, mérkőzések maradtak el. A vírushelyzet alakulása miatt szigorítások átszabták a szervezők és a játékosok terveit egyaránt. Végeredményt nem hirdettek, csak a legjobbakat értékelték a szervezők. A Tolna megyei SC Eszterházi Miklós szakképzőiskola sportcsarnoka adott otthont annak az amatőrbajnokságnak, ahol 10 csapat mérte össze a tudását az elmúlt egy évben. A kispályás bajnoksághoz szorosan hozzátartozik, összefügg a karácsonyi kupáknak a megszervezése, ami 2017-től a passzeséhez, ami nevünkhöz fűződik, előtte más szervezte. 2017-től átvettük ezt a karácsonyi kupát, ami profi, amatőr és szenior bajnokság volt, ez azért is lett a passzese, tehát nem két S-szel írott, hanem PAS, tehát profi, amatőr, szenior bajnokság. Ezt sikerült minden évben megrendeznünk, és ide hozzá kapcsolnám a kispályás bajnokságot, amit 10 év kimaradás után 19-ben újra indítottunk. A versenybizottság döntése értelmében a jelenleg első helyen álló és végig jól teljesítő nagy kőfaragó csapatot értékelték a legjobbnak, és egy évre elnyerték teljesítményükkel a Vándorkupát. Pintér Szilárd polgármester Keresztes Patriknak adta át azt az 50000 forintos vásárlási utalványt, amelyet még a kampányidőszakban ajánlott fel a legeredményesebb góllövőnek. Patrik 31 gólt rúgott a csonka szezonban. Mintegy 130-140 főt mozgattunk meg, időstől középkorúig fiatalig. Rendkívül izgalmas mérkőzéseknek lehettünk hétről hétre tanúi. Sajnálatos módon a pandémia véget abban maradt a bajnokság. A szervezők bíznak abban, hogy tavasszal újra elindulhat legalább 10 csapattal a kispályás labdarúgó bajnokság, hiszen új műfüves pálya épült a középiskola területén, így ha zárt térben nem is, de a szabad levegőn látnak esélyt a folytatásra. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!